Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem nem vagyok túl hangos. Müller András vagyok, a Sulinet Oktatás honlapjának a felelős szerkesztője. Elég sokukkal ismerjük már egymást a napi munkából. Most pedig átbeszéljük azt, amit ezeken a napokon csinálni szoktunk. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk ezen a konferencián. Ez azt jelzi, hogy igazán fontos dologról van szó, és sokunkat érdekel az, amiről itt szó van. Ami azért is nagyon fontos, mert ugye a konferencia témája a digitális tananyagfejlesztés, a digitális tudásbázis létrehozása, ennek a módozatai, ehhez kapcsolódó módszertanok, pedagógiáknak az átbeszélése. És hát ezt a digitális tudásbázis nem saját magunk számára fejlesztjük, hanem azt szeretnénk, hogyha minél többen, minél hamarabb használni tudnák. Ennek a konferenciának a diskurzus a fő célja, ennek szellemében is szerveztük. Az volna a lényeg, hogy és minél több olyan elemet igyekeztünk beleépíteni, ahol lehetőség van a beszélgetésre, ahol lehetőség van a műhely munkára, mindenki saját bőrén tapasztalja, hogy mit élnek át a diákok olyankor, amikor IKT módszereket alkalmazunk a tanórán. Én nagyon élvezem egyébként a napi munkát, ez egy borzasztó izgalmas feladat. Nagyon élvezem, ahogy általam eddig felderítetlen műveltségi területek betörök utat rovatvezetőim és kollégáim segítségével. Én remélem, hogy az önök számára is ugyanilyen izgalmas és érdekfeszítő lesz ez a munka, amit itt ebben a két napban el fogunk végezni. Nagyon-nagyon nagy szükségünk van az önök pedagógiai és módszertani gyakorlatára, és reméljük, hogy mi pedig cserébe meg tudunk valamit mutatni abból a munkából, amit most már azért több mint fél éve elég határozottan és eléggé nagy iramban végzünk, abból a digitális tananyagfejlesztésből, amivel foglalkozunk. Végnézve az előadók listáján, én azt gondolom, hogy nem engem szeretnének elsősorban hallgatni, úgyhogy át is adnám gyorsan a szót Magyar Bálint oktatási miniszter úrnak, hogy tartsa meg a konferencia megnyitó előadását. Borzasztó örömteli az érdeklődés, ami egy ilyen konferenciával szemben megnyilvánul. Barátaim, Könczöl Tamás említette, hogy a látogatóknak fele informatika tanár, és ez kicsit ahhoz hasonlít, hogy félig üres a pohár, vagy félig tele van. Tehát egy ilyen konferencián szeretnénk már minél több nem informatika tanárt is itt látni, tehát olyan tanárokat, akik nem informatikai szakemberek, hanem az ICT alkalmazásának, oktatásban történő alkalmazásának a különböző formáit keresik. De már a korábbi évek hasonló konferenciáihoz viszonyítva ez már egy nagyon jó arány. Tehát lassan a pedagógus társam is rájön arra, hogy itt nem egy szakkérdésről van szó, hanem az oktatás egészét érintő problémáról. Én mielőtt az előadásnak a konkrét témájára rátérnék, azért kicsit szélesebb keretben szeretnék a Sulinet Express-szel kapcsolatos terveinkről, fejlesztési terveinkről beszélni, hiszen a mai téma az egyik pillére ennek a programnak, és ez a pillér persze, előre kell, hogy bocsássam, a legfontosabb, mert ez szól magáról, arról a tartalomról, hogy mire is tudjuk használni ezt a technikát. Miközben az összes többi, az inkább arról szól, hogy hogyan teremtjük meg a technikai feltételeit annak, hogy ezek a tartalmak működni tudjanak. De a Sulinet Expressnek jó néhány más pillére van. Ugye az első, a legalapvetőbb kérdés az, hogy az iskolákat hogyan lehet bekötni az internet hálózatra, illetve az a sávszélesség, ami rendelkezésre áll, az alkalmas-e arra, hogy ezeket alkalmas-e arra, hogy az új kihívásoknak megfeleljen. Ma Magyarországon 2300 körül van, valahol 2300 és 2400 között azon iskolák száma, amelyek a Sulinet révén vannak az internetre rákapcsolva, és ugyancsak jelentős azért a száma azoknak az iskoláknak is, amelyek a programon kívül, de egyfajta internet kapcsolattal rendelkeznek. 97 és 98 folyamán, tehát abban a tanévben szeptembertől szeptemberig tartó időszakban Magyarország összes középiskoláját a Sulinet program keretében rákötöttük az internethálózatra, és aztán ez a program a
bizonyos mértékig lelassult, a következő 4 évben egy további 1200 000, kb. 1200 iskola került erre a programra. Miközben a középiskolák terén Európa vezető országai közé kerültünk, addig a program lelassulása folytán ez a helyzeti előnyünk ez feloldódott, elolvadt, és most megint több vonatkozásban is sereghajtók vagyunk. Tehát a Sulent Express egyik feladata az, hogy hogyan lehet az iskolákat rákötni. A célkitűzéseink alapján Magyarország összes iskoláját kb. 2005-re szeretnénk a hálózatra rákötni, de már nem csak egy Sulinet hálózat keretében, hanem a meghirdetendő közháló program keretében nem pusztán iskolai végpontok szerepelnek majd ebben a programban, hanem az iskolai végpontokon túl legalább 2-3-4-5 ezer egyéb kulturális intézmény, vagy éppen más típusú intézmény, tehát művelődési házak, könyvtárak, de ezeken kívül múzeumok, ezeken kívül természetesen önkormányzatok vagy postahivatalok szerepelnek majd ebben a közháló pályázatban, és ezt a pályázatot úgy írjuk ki, hogy bővíthető legyen a végpontoknak a száma, és ezáltal csökkenthetők legyenek a fajlagos költségek. Eközben természetesen ezt egyedül az oktatási tárca nem tudja megcsinálni, itt az informatikai tárcával van egy nagyon szoros együttműködésünk, és a kiírásnak az egyik célja az is, hogy nem monopóliumokat teremtsünk, hanem a monopóliumokat lebontsuk, és lehetővé tegyük azt, hogy versengő szolgáltatók tudjanak belépni egy az állam által generált jelentős piacra. 96-97-ben még nem ez volt a helyzet, hiszen alig volt olyan szolgáltató, amely képes lett volna eleget tenni ennek a feladatnak. Egy nyertese volt, a MATÁV-val megtámogatott Elender volt a nyertese akkor annak a pályázatnak. Most egy átmeneti időre írtunk ki egy másik pályázatot, amit a közbeszerzési döntőbizottság, ha jól tudom, a nevét elkaszált, és ezáltal ebben az évben nem kerül sor újabb 700 iskola bekötésére a Sulinet hálózatba, de az eredeti szerződés módosított változata az átmeneti időre fennáll, és május folyamán szeretnénk kiírni az új közháló pályázatot, amely már a versenynek sokkal nagyobb teret tud engedni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy nem az ország egészére kell pályázni és versenyezni a szolgáltatással, hanem különböző szempontok alapján fel lesz darabolva ez a torta, és a legkülönbözőbb módokon lehet versenyezni ezért. Ezzel együtt gondot jelent a sávszélességnek a kérdése, még ha akkor is, ha ebben a új kiírásban már jelentősen bővülni fog, és szembe kell nézni azzal a kérdéssel is, hogy hogyan lehet nagy mennyiségű digitális tartalmat az iskolákhoz eljuthatni úgy, hogy az iskolák azt közvetlenül és könnyen tudják használni, nem feltétlenül az internet hálózaton keresztül. Ez szolgálja az internet hálózat kiépítésén, tehát a hagyományos hálózat kiépítésén túl a műholdas megoldásoknak a köre, és már ebben az évben elindul körülbelül 1000 iskola, részben határon túl, részben Magyarország iskola rákötése arra a hálózatra, amely a műholdakon keresztül iskolai szerverekre tud nagy tananyagokat eljuttatni. Hiszen, és erről majd később beszélek, hogy az alapvető kérdés az, hogy akkor lehet az oktatás fő áramába bevinni ennek a technológiának a használat és tartalmakat használni, hogyha egy hagyományos óra keretében ez könnyedén, gyorsan és kockázatmentesen megtehető és hozzáférhetőek, ha egy tanárnak nem kell szembenézni azzal, hogy amíg a kapcsolat létrejön, amíg eltéved rajta egyszer, és amíg bejön valami, addig eltelik az óra fele, és eközben nem csak időveszteség éri, hanem még meg is szégyenül a diákok előtt. Tehát egy dupla hátrány ebben, az órája kárba veszett, és a tekintélye is erodálódik, tehát ebben az esetben elég nehéz arra a tanárokat aztán rávenni, hogy újra és újra próbálkozzanak, tehát egy biztonságos, jó technikát kell teremteni. Hát ez a része jelenti azt, hogy mit jelent a hálózatra történő rákötés. A másik rész ugye az iskolán belüli hálózatok és gépeknek a kérdése. El kell érni azt, hogy az
informatika az kiszabaduljon az informatikai laboratóriumoknak a köréből és fogságából, hogy egy elkülönített informatikai laboratórium legyen mindössze egy iskolában, tehát azt kell elérni, hogy az osztályok alkalmasak legyenek arra, hogy multimédiás oktatás folyék ezekben az osztályokban. Ugye ez intranet rendszereket jelent az iskolákon belül, és hát kivetítő berendezéseket, osztályonként egy-két számítógépet, és azt is, hogy ezek a számítógépek lehetőleg használhatók legyenek a diákok számára, ami persze egy kockázatos dolog, hiszen ki vannak téve kemény használatnak ilyenkor, és kevésbé lehet rájuk vigyázni, mint elzárt termekben, de végül is távlati célként azt kell kitűzni, és eközben pedig arra valamilyen módon optimalizálni a lehetőségeinket, hogy hogyan lehet az osztályok minél nagyobb részét multimédiás oktatásra alkalmassá tenni, és ugyanakkor az osztálytermekben is adott esetben egy-két számítógépet elhelyezni túl azokon a laborokon, ahol mondjuk a diákok egy csoportban mindenki számítógépes használathoz juthat. Ezek után ugye a következő kérdés az, hogy a számítógépek számát, a kiegészítők számát hogyan lehet növelni. Annak idején ugye létrehoztunk egy normatívát, ami többé-kevésbé megszűnt, ez az iskolai könyvtári és informatikai normatíva volt 97-ben, akkor 2000 meg 2200 forinttal indult ez a normatíva, aztán lecsökkent és eltűnt. Ugye ennek az lett volna a célja, ha ezt folyamatosan lehetett volna növelni, akkor egyfajta amortizációs alapként működhetett volna, amelyben az, hát hogy mondjam, leírt gépeket és eszközöket folyamatosan cserélni lehet, ugyanis központi költségvetési forrásból szinte megoldhatatlan ez a feladat, hogy olyan tömegben, ahogyan az iskolákban ez történik, központilag cseréljék az eszközöket. Erre egyfajta normatívát kell létrehozni, és részben ugye taneszközfejlesztésként ez a normatíva most létezik, egy összesen 4 milliárd forint van, de inkább a hagyományos eszközökre áll, ez diákonként 2600 forint. Ezt bizony, hogyha az elkövetkező években nem nyomjuk föl körülbelül 10.000 forintra diákonként, akkor az iskoláknak az eszközeinek a megújulása, mind a hagyományosaknak, mind pedig a beszerzendő új eszközök megújulása az nem nagyon elképzelhető. Ez egy komoly feladat még, és ez egy komoly pénzügyi kérdés, hogy ezt mikor lehet teljesíteni. Én szeretném azért még ebben a ciklusban elérni azt, hogy egy jelentős ilyen eszköz pótlási, megújítási, felújítási normatíva rendelkezésre álljon, amelynek egy jelentős része az informatikai berendezésekre mehetne. A további lehetőség az az, hogy a lehetővé tettük, vagy tesszük éppen a szakképzési törvény és a szakképzésre vonatkozó szabályozások által is, hogy ne csak a szakképző iskolák részesülhessenek a magánvállalatok szakképzési hozzájárulásából, hanem gimnáziumok is, amennyiben informatikai eszközökre tudják ezeket fordítani. Egy bizonyos meghatározott, nem túl nagy keret erejéig ezt megtehetik. Előállt egy olyan furcsa helyzet ugyanis, hogy a szakközépiskolák sokkal jobban felszereltek lettek, mint a gimnáziumok, miközben ugye egyébként az oktatási társadalmi szociológiai viszonyok egy ellenkező irányú hierarchiát jelentenek az iskolák vonatkozásában, másfelől technológiailag ez történt, elszegényedő gimnáziumokat lehetne ezzel az eszközzel is segíteni. Itt az iskolán belüli eszközöknél vagyunk, ugye is felmerül az a kérdés megint, és ezt az informatika tanárok nagyon érteni fogják, hogy rendszergazdáknak is kellene lenniük ilyenkor, hogyha ezt tömegesen akarjuk használni, ezt a technikát, és jó lenne, hogyha nem az informatika tanárokra lenne ez ráterhelve, hiszen az informatika tanárok azok túlképzettek ez a feladathoz, bizonyos értelemben technikusi szinten álló személyek is el tudnák látni ezt a feladatot, ha erre lennének források. Az új közoktatási törvény módosításánál már betettük a rendszergazda, mint intézménynek a megjelenését, kötelező megjelenését,
nem emlékszem most pontosan, hogy 2004, 2005 vagy 2006-tól kerül, vagy fokozatosan hogyan bevezetésre, de arra igen, hogy a 300 fősnél nagyobb gyermeklétszáma rendelkező iskolákban a rendszergazdai státusz megjelenik, hiszen, ahogy említettem, nem az informatika tanár feladata az, hogy, hogy az éppen lerobbant gépeket összeillesse meg, összedugdossa a drótokat, és hogy működjön az az eszköz, viszont a tanároknak sem feladata az, hogy technikusokká képezzék magukat, és csak akkor tudják használni az eszközöket, hanem egy megfelelő kiszolgálással kell rendelkezni az iskolában ahhoz, hogy ezeket az eszközöket lehessen használni. Ehhez kapcsolódik ugye további feladatként a tanári továbbképzés, tanár továbbképzésnek a kérdése. Itt majd beszélek arról, hogy itt később, hogy a 60 ezer forintos adókedvezménnyel megvalósuló otthoni számítógép vásárláshoz iskolák egy pótlagos támogatást kaphatnak a tanár továbbképzésben, nevezetesen azt, hogy az egyfőre jutó most éppen 14.500 forintos tanár továbbképzési normatívát, ha valaki vásárol ilyen gépeket és beviszi egy ilyen akkreditált továbbképzésbe, akkor mind az informatikai minisztérium, mind az oktatási minisztérium átlagosan, most egy átlagos számot mondok, 10-10.000 forinttal kiegészíti ezt az összeget, tehát az a megnövekedett igény, amely jelentkezése feltehetően megfigyelhető lesz ennek a számítógép vásárlási akciónak a nyomán, hogy ez ne vigye el az iskoláknak a teljes továbbképzési pénzét, lehetővé tesszük azt, hogy kiegészítjük pótlagos forrásokkal. Ezt 200-200 millió forintot terveztünk erre a két tárcánál pótlagosan, ami azt jelenti, hogy 20 ezer tanár továbbképzésére jó, de ha netán többen akarnának menni továbbképzésre, akkor boldogan fogjuk túllépni ezt a keretet. Nem tudom ugyan még, hogy miből, de boldogan túllépjük, hogyha kevésnek bizonyul ez az összeg. Hát ez a továbbképzési része a kérdésnek, és akkor jön a következő lépés, hogy nem lehet bevinni az és az iskolában használni ezt a technológiát rendesen, hogy otthon a diákok, vagy a szülők, meg a tanárok nem juthatnak ezekhez az eszközökhöz. És itt a kormányzat két rendkívül lényeges lépésre szánta el magát az adótörvények terén. Az egyik az úgynevezett svéd modellnek az adaptálása Magyarországra, nevezetesen az, hogy a munkahelyek, és ez nem csak iskolákat jelent, de iskolákat is, és erről szeretném, hogyha önök a fenntartóikat, meg az iskola vezetését ezen a téren nyaggatnák. Tehát, hogy a munkaadók azok, hogyha számítástechnikai eszközökhöz vagy internethez való hozzáférést biztosítanak a munkavállalóik számára, az költségként leírható náluk, tehát különböző járulékok nem terhelik az egyik oldalon, a másik oldalon pedig nem növeli a személyi jövedelem adó alapot. Tehát, hogyha mondjuk most maradjunk az internet kapcsolatnál, hogyha internet kapcsolatot fizetne a tanároknak az iskola, akkor ez a legolcsóbb béremelési lehetőség a rendszerben, mert tisztán annyit ad, mint amennyit nettó meg is kap a tanár ezáltal. Tehát ha most mondtam, egy ADSL vonal 7-8-9, mit tudom, hány ezer forintba kerül a havont, és azt megkapja, akkor ez a munkahelynek nem kerül 15 ezer forintjába a járulékokkal, a tanár pedig nem veszti el ennek az összegnek egy részét, mert hogy nem vonják le az adójából. Tehát innen már csak, hát hogy mondjam, tanári nyomás gyakorlás kérdése és szakszervezeti stratégia kérdése, hogy miközben a nagy jövedelem növekedés nyomán további béremelésre nem nagyon lehet számítani, mégis ki lehet-e húzni a fenntartóból egy ilyen nemes program érdekében olyan típusú támogatást, amely azt mondja, hogy azok a tanárok, akik ilyen módon igénylik ezt a támogatást, akkor azt megkaphatják. Mi ezt ösztönözzük, én is a minisztériumban elkezdtem, hogy a minisztérium munkatársainál írják össze, hogy ki kíván ilyen lehetőségben részesedni, hogy ingyenessé tegyük az internet használatot, és akkor ezt az egyéb jutalmazási meg béremelési keretekből fizetnénk, tehát egy irányított béremelés, amely nem jelentene más, mint beruházást a jövő infrastruktúrájába, vagy beruházást abba a kapacitásba, hogy az illetők azok internet hozzáféréshez juthassanak.
ami egyébként egy egészen más kapcsolat megteremtését teszi lehetővé a tanár és az iskolája között, illetve a tanár és a szülő között is, csak ennek az infrastruktúráját ki kell építeni, és az infrastruktúra kiépítése az nem történhet egyetlen egy év alatt, ezt valahogyan el kell kezdeni. Tehát ez egy rendkívül lényeges, ez a svéd modell. És akkor ehhez, de ezt mondjuk más munkaadóknál is szeretnénk elérni, hiszen a Magyarországon az internet penetráció az rendkívül alacsony, míg nyugaton úgy durván 70% az otthoni internezők aránya, 30% a munkahelyi, addig nálunk úgy fordítva, de teljesen mindegy, hogy a konkrét számok pontosan éppen mik, de az arányok nagyjából a nagyságrendek valahol így találhatók meg. Az otthoni, ez a, amit megkértem egyébként a mai Magyar Hírlapnak egy oldalon foglalkozik egyébként ezzel a kedvezménye számítógép vásárlási programmal, ott van két statisztika is, hogy hol állunk az Európai Unió országai között, vagy európai országok között hol állunk otthoni számítógép használat és internet penetráció vonatkozásában. Elég rosszul állunk, tehát ezen segíteni kell. A másik lehetőség, és hát mondhatom szerintem, hogy magyar modell, de most nem a saját nevemre gondolok, hanem az országra. Tehát az meg arról szól, hogy hogyan lehet egy meghatározott társadalmi csoport számára a számítógép vásárlást adókedvezménnyel biztosítani. Ilyen nincsen más út, tehát ez egy úttörő dolog. Lényegében megpróbálunk egy nem történelmi hátrányt leküzdeni, hanem egy aktuális hátrányt. Tehát mi mindig úgy szeretünk a történelmre nézni, és magunkat sajnáltatni, hogy ki mindenki tehet arról, hogy ilyen nyomorultul állunk, és visszamegyünk a tatárokig, törökökig, Habsburgokig, oroszokig, mindenkihez, de hogy éppen mi mit szúrunk el aktuálisan, azzal nem szeretünk törődni. Na, az a digitális szakadék, amelyben vagyunk, ezt a szakadékot mi magunknak építettük, a lustasságunkkal, az értetlenségünkkel, a hülyeségünkkel, tehát mindennel azzal, hogy képtelenek voltunk felfogni, hogy mit jelent egy új világ kihívása. Hát ezen az digitális szakadékon viszont hidat kell verni, ezt valahogyan át kell hidalni, és ezt nem lehet a hagyományos eszközökkel. Tehát itt az az adócsökkentési program, amelyet egyébként magam is liberális politikusként képviselek, azt összekötöttük egy irányított adócsökkentési programmal, azt mondjuk, hogy adócsökkentést biztosítunk a társadalom egy jelentős részének ahhoz, hogyha az adócsökkentést azt a jövőbe történő, a tudásba történő, az információs társadalomba történő beruházásra fordítja. Itt ugye ennek az a lényege, hogy a pedagógusok, a felsőoktatásban oktatók, a felsőoktatásban nappali képzésben résztvevők, és mindazok a szülők, akiknek felsőoktatásban nappali képzésben résztvevő gyermeke van, vagy pedig a közoktatásban tanuló gyermeke van, tehát ez nagyjából a magyar családoknak úgy majdnem a felét jelentheti, tehát azok, ott a szülők, illetve az adózók, azok 60 ezer forintot leírhatnak az adójukból, hogyha ezt számítástechnikai eszközökre fordítják. A számítástechnikai eszközöknek egy meghatározott körére. Itt elindítottunk egy pályázatot, és ennek a pályázatnak a nyomán gyakorlatilag a magyar informatikai meg külföldi gyártóipar nagy részét, a szállítóknak a nagy részét, disztribútoroknak a nagy részét sikerült bekapcsolni, hiszen 66 nyertes pályázat volt, ez nem is pályázatnak tekinthető, csak formájában inkább egy akkreditációs folyamatnak. És ennek nyomán körülbelül nem egészen 5000 alvállalkozó kapcsolódott be ebbe a projektbe, több mint 1000 termék, több mint 2000 típusa került ebbe a körbe bele, és ezt fél évenként, évenként megújítjuk a pályázatot, és be lehet azoknak is kerülni, akik teljesítik a pályázati feltételeket. Ez egy nyitottságot jelent, mert ahogyan a közháló pályázat kiírásánál is a versenyt kívánjuk szolgálni egy nagy állami megrendelés nyomán, ugyanígy ennél a pályázati lehetőségnél is, tehát ennél az adókedvezménynél is a versenyt akarjuk minél szélesebbre nyitni. És ennek a pályázatnak a nyomán már látszanak kedvező tendenciák. Először is, miután a technikai, technológiai paramétereket megszabtuk, hogy milyen színvonalúaknak kell lenni ezeknek a termékeknek. Ez azt jelenti, hogy a kifutó szériákat kénytelenek voltak a szolgáltatók
gyorsan piacra dobni, és egy jelentős árcsökkenés már ennek az akciónak a nyomán végbe ment részben a piacon bizonyos termékeknél, amelyekről tudták, hogy nem kerülnek be ebbe a körbe, mert 2-3-4 évvel ezelőtti modelleket jelentenek, és hogyha beindul ez a kedvezményes vásárlás, nem tudják eladni, ez már elkezdte lenyomni ezeknek a termékeknek az árát. Másrészt ez a hihetetlen nagy tömegű várható vásárlás, ez pedig előre vetítette annak a lehetőségét, hogy az árakat meglehetősen le lehet nyomni. Ez a 60 ezer forintos adójóváírás, ez azt jelenti, hogy miután ebben nem csak vásárlás, közvetlen vásárlás van, hanem részletfizetéses vásárlás, leasing, tartós bérlet, minden ilyen lehetőség, amivel az egyes cégek indulhattak, hogy adott esetben 2-3 év alatt, inkább 3 év alatt, amit fizetnek részletre ezekért az eszközökért, azt le tudják írni az adójukból. Ez egy majdnem ingyenes hozzáférést jelent a számítástechnikai eszközök, szoftverek egy jelentős köréhez. Ezt nevezem annak, hogy a kormányzat egy döntő lépést tett, nevezetesen adócsökkentéssel befektetünk a saját jövőnkbe. Ugyanis a kérdés nem kisebb, mint az, hogy miután beléptünk az Európai Unióba, be tudunk-e lépni az információs társadalomba, mert ez egyáltalán nem evidens. Beléptünk az Unióba, mindenki hihetetlen boldog, és ott találjuk magunkat a cselédszobában, mert nem tudunk bekerülni a nappaliba, mert az Európai Unióban már más szinten és más játékot játszanak a bentlévők, mint amire mi egyáltalán föl vagyunk készülve. És nagyon furcsa a helyzet, mert egyszerre egy jelentős elmaradásunk van, és ugyanakkor bizonyos értelemben kormányzati politikának a kérdése, hogy néhány év alatt nem tudna-e az ország élre kerülni ezekben a dolgokban. Ezekben az évtizedekben, amelyekben most élünk, mondjuk ugye a 80-as évek közepétől még egy-két évtizedig tartó időszakban újra lehet írni az országok közti sorrendet, fejlettségi sorrendet, és ilyen kegyelmi állapot ritkán van a történelemben. Ez most egy ilyen kegyelmi állapot, amelyben a politikai feltételek mind megfelelnek ennek. Nem nincs Magyarország elnyomás alatt egy avit diktatúra által. Meg lenne a lehetőségünk rá, csak rajtunk múlik, az Európai Uniós csatlakozás ehhez kiváló feltételeket teremt, rajtunk múlik, nem lesz kit hibáztatni, az unokáinknak csak azt mondhatjuk legfeljebb, hogy gyerekek, hülyék voltunk, mi ezt elszúrtuk, majd ti megisszátok a levét, vagy azt tudjuk nekik mondani, hogy hát felismertünk valamit, előre léptünk határozottan, és sokkal jobb helyzetbe kerültök ti, mint amilyenbe mi az országot annak idején átvettük. Hát ez a nagy lehetőség. Úgyhogy egyébként még azt mondanám, hogy olyan sokszínű pályázat, nagy tömegű pályázat érkezett erre, és annyira megmozgatta a szállítóknak a fantáziáját érthetően, hiszen az elmúlt évben abszolút értékben csökkent a számítógép vásárlás Magyarországon, tehát azért azt látni kell, hogy egy válság van, egy pangás van a piacon, és elérkezett a bővülés lehetősége egy kulturális határhoz, és elérkezett egy pénzügyi határhoz. A pénzügyi határt megpróbáljuk kitolni és áttörni ezzel az adókedvezményes programmal, meg a svéd modellel. A kulturális határ áttörése pedig az iskola feladata, mert hogyha az iskolában a gyerekek nem tanulják meg ezeknek az eszközöknek a használatát, az elektronikus írásbeliséget, nincs meg ez az igény, akkor egyszerűen valahol lehúzzák a rolót, és mondjuk fejlettebb országok már arról panaszkodnak, mondjuk mint Anglia, hogy 30%-át a lakosságnak nem tudják megközelíteni ezekkel az eszközökkel, már nem tudnak áttörni egy ilyen láthatatlan szociológiai falat. Ezt a szociológiai falat, ezt csak az oktatás tudja áttörni. De itt azok a szállítók, amelyek jelentkeztek erre a pályázatra, olyan kedvezményt is adnak, hogy az iskolák számára csoportos kedvezményeket, egyesek csoportos kedvezményeket indítanak. Mi szeretnénk arról tárgyalni velük, hogy ezek a csoportos kedvezmények ne az árak további leszorításában nyilvánuljanak meg, hanem abban, hogy az iskolák kapjanak számítógépeket adott esetben, tehát ahol a tanári kar egy része, nagy része beszáll ebbe saját magának, ahol a diákok szüleinek egy jelentős része be tud szállni ebbe, adott esetben ezek a csoportos
kapcsolatos kedvezmények tudjanak úgy működni, hogy ennek nyomán még plusz gépeket kapjon maga az iskola is, és majd az iskola eldönti, hogy ezt közösségi használatban tartja, vagy éppen a legrászorultabbak között kedvezményes módon, más módon használja. De hát ez már az iskolákra tartozó feladat. Most mindaz, amiről eddig beszéltem, az valójában a technikai háttere. Ez az, hogy megépítjük az úszó medencét, és föltöltjük vízzel, és akkor innen jöhet a másik része a dolognak, amire ez a konferencia szó, hogy tanuljunk meg valamilyen módon úszni ebben. Ez ugye mindig egy probléma volt, nekem mindig el akarták magyarázni azt, hogy előbb tanítsuk meg a tanárokat, a diákokat ennek a technikának a használatára, és utána vásároljunk nekik. És hiába próbáltam érvelni azzal, hogy én még nem láttam víz nélkül úszni, megtanulni senkit, tehát akármilyen szépen, tisztességesen kapálóztak szárazon, belőlük úszók még nem lettek, tehát medence és víz nélkül nem lehet úszni, tehát ezeket a technikai feltételeket, eszköz vonatkozásban a feltételeket nekünk biztosítani kell. És itt jön az egész digitális tananyagnak a kérdése, a mai konferenciának a kérdése, ami megint nem szűk értelemben vett informatikai kérdés, hanem az egész közoktatási reformnak az alapkérdése, a az oktatási paradigmaváltásnak az technikai bázisa és alapja. Ugyanis miről szól ez az új világ, amelyben mi bekerültünk? Arról, hogy olyan hihetetlen gyorsan avul el az az ismeret és tudás, amelyet elvileg az iskolában kell szerezni, hogy reménytelen, már lassan nem csak az, hogy egy életen át használható tudással rendelkezzen valaki abban az értelemben, hogyha lexikálisan megtanul valamit, hanem sok esetben az is, hogy amit elkezdett tanulni mondjuk egy negyedikes első szakközépiskolás, az negyedikre nem avul el, mire kikerül onnan, még ha legkorszerűbb tudást kezdi. A termékciklusok oly módon lerövidültek most, ha azt nézzük, de egyébként az átalakulása a tudásnak, másrészt az ismeretek bővülése az exponenciálisan nő, tehát az a fajta régi elképzelés, hogy a világ egy korlátozott ismerethalmazzal rendelkezik, azt mi át tudjuk adni, és csak a kérdéseket kell feltennie egy valamilyen központi tanterv írónak, és a válaszokat megválaszolni, és hogy a gyerekek ezt megtanulják, eufémisztikus kifejezés volt, egyébként bemagolják, akkor majd boldogulnak az életbe. Ennek egyszerűen vége van. Arról szól az életünk, hogy tudunk-e egy életen át tanulni, vagy nem. És az életen át tartó tanulás az nem jelent mást, mint hogy irdatlan információ halmazból szedünk ki információkat, és ezt rendezzük. Saját magunk feltesszük a kérdéseket, saját magunk arra válaszokat találunk, és ezeket aztán prezentálni tudjuk, be tudjuk mutatni. És lényegében ez az a tanulás és együttműködési folyamat, amit az iskola vagy meg tud tanítani, vagy nem tud megtanítani. Ha nem tud megtanítani, akkor jutunk el a PISA jelentésnek azokhoz az eredményeihez, hogy a 15 éves gyerekek nem értik a szöveget, és akik nem értik a szöveget, azok nem tudnak utána tanulni, amikor kikerülnek az iskola rendszerből. És ennek a paradigmaváltásnak a technológiai bázisa valójában az az információs technológia, amiről itt éppen beszélünk, és ezért nem informatikáról szól ez a történet önmagában, hanem arról szól, hogy hogyan tud bekerülni az oktatásnak a fő áramába mindaz a technológia, amit itt használunk, és ennek kell megtalálni az eszközeit és a lehetőségeit. Az informatika ugyanis nem politechnika abban az értelemben, ahogy a fiúkat annak idén lezavarták, hogy alumínium hamutartókat fabrikáljanak, és most korszerűbb dolog, megtanulnak a számítógépen dolgozni, vagy programokat írni. Nem programokat kell írniuk, hát azoknak kell programokat írniuk, akik majd programozók lesznek. De a társadalom nagy részének használni kell a dolgot, ahogyan a villanyt fel kell tudnunk kapcsolni, és nem villanyszerelővé kell kiképezni magunkat, természetesen kell villanyszerelőket is képezni, de az egy külön szakma, nem az oktatás egészét érinti. És akkor itt szembesülünk azzal, hogy hát alig van, azt kell, hogy mondjam, alig van olyan anyag, amely alkalmas arra, még ha a technikai feltételek meg is lennének, amely alkalmas arra, hogy az oktatásba közvetlenül be lehessen vonni. És amikor a digitális tananyag fejlesztésről beszélünk, akkor elkezdtünk egy elég aktív programot, egy mondhatnám, hogy agresszív programot is a informatikai tárcával közösen, amelyet én alapvetően laikusként beszélek önöknek, a szakemberek majd később jönnek, tehát két nagy csoportra osztanék. Az egyik az, hogy hogyan lehet multimédiás oktatásra alkalmassá tenni, interaktív módszerekkel felruházni azokat a tananyagokat, amelyek egyébként az oktatásban
hát amelyekből a gyerekek tanulnak, hogyan lehet a papír alapú nyomtatott könyvek és munkafüzetek világát relativizálni és részben helyettesíteni mással. És ugye ezt szolgálják azok a közbeszerzési pályázatok, amelyeket kiírtunk, amelyek a műveltségi területek szerint és a kerettantervekben meghatározott szaktárgyak szerint pályáztattuk meg komplett tananyagoknak digitális formában történő elkészítését. Most én jó néhány ilyen CD-romot megnéztem ilyen digitalizált tananyagokról, és mindig elszomorodtam egyébként, nem mindig, sok esetben, amikor ezeket ránéztem. Nem történt más, mint a nyomtatott könyveknek a felvitele néhány apró trükkel egy-egy CD-romra, és hát be kell vallanom, hogy én fekve szeretek olvasni, hanyatt a könyvet a kezembe tartva, a monitor túl nehéz, a hasam nem bírja, tehát ezért nem éri meg odaülni elé. Tehát ez nem igazán plusz, amit ez a dolog tud, de tudom, hogy minden egyes új technológia először a régi kategóriáiban mozog, és azokat a belső arányokat és szerkezeteket valahogy fel kell bontani, puzzle-szerűen összerakhatóvá tenni, mozaik-szerűen összerakhatóvá tenni, és egy más belső arányokkal, más szerkezetben előhozni, amely aztán szükséges lesz a tényleges tanuláshoz. Én úgy gondolom, hogy ilyen digitális tananyagoknál fontos az, hogy példán keresztül próbáljam elmondani, hogy mi jár a fejünkben többek között, aztán legfeljebb a barátaim azt mondják, hogy az ő fejükben nem ez jár, de mindegy, hát ez így szokott lenni. Tehát, hogy mi jár a mi fejünkben, hogy legyenek kész mondjuk tantervek, amelyet ugye mondjuk egy tárgyból, történelmből végig lehet vinni egy tantervet. Legyenek konkrét óravázatok, legyenek az óravázatokhoz kapcsolódó rendes tananyagok. A tananyagokhoz kapcsolódóan mindenfajta típusú feladatok, és mindenfajta típusú, hát hogy mondjam, adatbázis, vagy éppen puffer, bárminek lehet nevezni azt, amit ezekhez a dolgokhoz kapcsolhatók. Az ilyen típusú fejlesztéseknél alapvető kritérium az, hogy ezek alakíthatók legyenek bárki által. Tehát miközben központilag legyártjuk ezeket, pályázatok révén szakértő műhelyek, eközben az iskolák, vagy éppen egy-egy tanár a saját ízlése szerint és a saját igényei szerint átalakíthatja. De le kell számolni azzal az illúzióval, hogy a 160 ezer tananyag majd saját maga fejleszt tananyagot otthon. Teljesen értelmetlen dolog. A lehetőséget, megint, hogy liberális politikusként ezt meg kell adni, de hát ugye az, hogy a szerencsétlen tanár az ugye este kritikai kritikus, ahogy annak idején tanultuk, az én generáció még emlékszik a marxi terminológiára, hogy egy délben halász, délután vadász, vagy hogy volt ez, és este kritikai kritikus. Tehát magyarul, hogy bemegy tanítani az iskolába, utána összeszedi a férjét, a gyerekét, bepelenkázza őket, majd hazamegy, és amikor túl van az egészen, akkor este 10-kor tananyagot fejleszt. Ez lehet, hogy egy ilyen szép vízió, de hát nem hiszem, hogy a realitásokhoz bármi köze lenne. Tananyagfejlesztésnek az hihetetlen tőkét igényel egyik oldalon, és másrészt még egy nagyon szervezett tímmunkát, csapatmunkát, szakemberek csapatmunkát. De lehetővé kell tenni azt, hogy ezeket a tananyagot a tanárok szabadon változtathassák a saját igényeik szint, hiszen ez a funkció benne kell, hogy legyen. Másrészt fontos az is, hogy egy-egy tananyagfejlesztésénél ugye ott vannak olyan típusú funkciók is, amelyeket később lehet rátenni egy-egy ilyen kifejlesztett tananyagra, tehát miközben egy-egy ilyen pályázatot most kiírunk egy-egy tananyag fejlesztésére, eközben szeretnénk elérni, hogy azok, akik jól meg tudják oldani ezt a feladatot, hogy a legjobbak ezen a téren is bizonyítanak, azok egyfajta kis szerkesztő bizottságként tudjanak tovább működni, és folyamatosan frissíteni, alakítani ezeket a tananyagokat, hiszen ezek nem holt anyagok, és pont ezt teszi lehetővé, hogy ezek digitális tananyagok, és nem a hagyományos értelemben nyomtatott, egy kiadóhoz kötődő szerzői joggal ellátott anyagok, hogy ehhez hozzá lehet érni. Tehát, ha mondjuk úgy gondoljuk, hogy az olvasás szövegértéssel problémák vannak, akkor ki lehet írni egy olyan pályázatot, amelyek az így módon kifejlesztett digitális tananyagokat felruházzák olyan típusú feladatokkal, amelyek az adott szövegen belül, az adott anyagon belül mondjuk az olvasás szövegértési feladatokat jelentenek, vagy azt segítik elő. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy a magyar oktatásban kevés az olyan típusú feladat, ami a gyerekek együttműködését, munkamegosztását, együttes tevékenységét szolgálja, akkor megint már kész digitális tananyagokhoz lehet pótlagos pályázatokat kírni arra, hogy hogyan lehet ezeket a tananyagokat szintén ilyen típusú feladatokkal ellátni. De mondjuk ez a
tananyagrendszer, ez a tesztekkel és anyagokkal, és ennek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az iskolákban kvázi ilyen PowerPointos prezentációkkal folyhasson egész egyszerűen az óra. Tehát ahol a tanárnak nem egy pótolagos beruházás, pótolagos erőfeszítést jelentsen az óra megtartása, hanem egy meghatározott képzési rendszer után, továbbképzés után, és erről majd a szót szólok, megkönnyítse a munkáját. Tehát azért is kell sietnünk ezekkel a digitális tananyagoknak, ezeknek a kifejlesztésével, mert szerintem a tanár továbbképzést alapvetően ezeknek az anyagoknak a segítségével kéne megoldani. Nem úgy a nagyvilágba kellene képezni egy történelemtanárt, vagy egy magyar tanárt, vagy az informatika mire használható. Egészen más lenne a helyzet, hogyha konkrét tananyagok mentén tanulhatná meg egy hét alatt, vagy néhány nap alatt, hogy hogyan tudja azt ténylegesen egy órán használni, és mire is jó az, és hogyan tudja azt kezelni. Ehhez természetesen aztán kellenek egyéb technikai eszközök is, tehát mint amikor, csak hogy megint visszatérve erre az otthoni számítógép pályázatra, ugye előírtuk itt, hogy a számítógépekhez pendrive-ot is kell adni, ilyen hordozható memóriát a gyerekeknek, mert egyébként azt külön nem szereznék be, de viszont ezzel, hogy előírjuk egy kényszerként, hogy próbáljuk azt a kultúrát megteremteni, ami az iskola táskának egy részét kiváltom ezzel a hordozható memóriával, az, hogy akár otthon is dolgozik a gyerek bármit, akkor be tudja vinni, és csak bedugja a gépbe, és utána az előhozza, de a tanár számára is egyfajta biztonságot jelent. Nem kell azon gondolkozni, hogy vajon elszáll-e az anyaga, vagy nem száll el, e-mailen át tudja küldeni, vagy nem, hogyan hívja elő, saját maga megcsinálja azt, amit éppen az adott órára kell csinálni, ha akarja, átveszi, és utána ezt a dolgot ezt tudja ott használni. És ez a technológia lehetővé teszi, hogy az egész tankönyvpiacnak a logikáját újra lehessen gondolni, hogy ténylegesen mi is az, aminek nyomtatott formában kell ott lennie. Egy ilyen pendrive, hogyha most összehasonlítanánk, egy talicskán sem tudná a gyerek eltolni azt az adatmennyiséget nyomtatott formában, ami egyébként egy ilyen hordozható memórián a rendelkezésre. Ráadásul, hogyha extrapolálunk, vagy elképzeljük, hogy néhány éven belül ez hogyan bővül ennek a kapacitása, akkor hát gyakorlatilag egy végtelen kapacitás áll majd a kölök rendelkezésére, hogy saját maga az adatait, a saját anyagait hordozhassa. De most visszatérve a digitális tananyagoknál, ugye az egyik tétel ez a digitális, hát kifejezetten a műveltségi területek szerint és a tantárgyak szerinti közbeszerzési eljárások keretében kiírt pályázatok. Most két héten belül Racskó Péter megérte nekem, hogy május legelején már ki lesz írva tényleg, ezzel kínlódunk egy ideje, de ki lesz írva másik két-három pályázat, amely e-learning objectekre vonatkozik. Hát ilyen nehéz lefordítani ezt az e-learning object, tehát ilyen elektronikus oktatási tárgyak, anyagok, tehát bármilyen más típusú anyagra vonatkozik. Ezeknek egy jó része ilyen adatbázisokat szeretne szolgálni, tehát létrehozni olyan hátsó nagy adatbázisokat, amelyeket mind a tanár tud használni a saját órájához, mind a diákok. Hadd mondjak néhány példát, mert most már az IHM pályázatot, az IHM által kiírt pályázatok keretében van jó néhány ilyen nyertes, és a következő pályázatokban is szeretnénk fölkérni itt a nagy intézményeket, hogy pályázzanak. Megint maradok a történelemnél, mielőtt megszüntetem a történelmet, azelőtt egy kicsit próbálok erről beszélni. Tehát a történelmén mondjuk azt, hogy vegyünk példaként mondjuk egy kronológiát. A kronológia az általában egy holt adattár a gyermekek számára, de mondjuk ha kap a Nemzeti Múzeum, vagy éppen a Széchenyi Könyvtár egy megbízás, vagy a Történettudományi Intézet, teljesen mindegy, mert több intézménynek kell összeállni, ez, hogy öltöztesse föl azt a kronológiát, keressen képeket, fényképeket, szobrokat, megjelenítéseket, mindent, ami az adott eseményekhez kapcsolható, hogy ne legyen olyan esemény mondjuk egy történelem során, amit ne tudna adott esemény a tanár egy képpel illusztrálni. És ha van egy ilyen adattára, az bármikor az órájára behelyezheti, saját maga fölkészülhet, kicserélheti azt az illusztrációt, amit előre beraktak, mondjuk a tananyagkészítők, ő másik ötöt akar berakni, de ráküldheti a gyereket is. Ugyanígy mondjuk a Néprajzi Múzeum az a sok ezres tárgyi gyűjteményét digitalizálja részben ezeknek az igényeknek megfelelően. Most beszéltük meg, hogy ezt most ne ABC, van megint egy példát mondok, kb. 120 ezer tárgya van a Néprajzi Múzeumnak. 120 ezer. Most ugye ezt ők elkezdik digitalizálni, mert szeretnénk a különböző típusok szerint összeállna egy 5-10 ezres
digitalizált, kereshető adattár, amely mondjuk a magyar népművészet és népi építészet elemeit tartalmazza, vagy a fotótárából szintén kiemelni egyet. Vagy a Széchenyi könyvtárnak van egy nagy gyűjteménye, amely mondjuk a képeslapgyűjtemény, történeti képeslapgyűjtemény, ez azt jelenti, hogy Kárpát-medencében megtalálható összes település, amiről képeslapot csináltak bármikor a történelem folyamán, ezekből fölvisznek jó néhány ezer darabot. Na most ilyen fajta adattárak kerülnek egymás mellé, és ennek több funkciója van. Az egyik az oktatási funkció, nevezetesen bármikor mondhatom azt, hogy, mit tudom én, Lajos Mizse a 30-as években, paraszti, mit tudom én, kultúra, és hogyha ezt az ember beírja egy közös keresőbe, akkor az egyik adattárból előadja nekem a ekéket, mondjuk a Néprajzi vagy a Mezőgazdasági Múzeum adatárából, amit megcsinálnak, a másik helyen előadja azokat a képeslapokat, amelyek ott vannak, a harmadik helyen előadja egy irodalmi adatárból, hogyha netán volt valamilyen nagyíró szülöttje annak a falunak, egy negyedikből, ha volt egy festő. Tehát magyarul a gyerek is, a tanár is el tud kezdeni keresni egy ilyen adattáron, tehát ki tudok adni neki egy feladatot, amelyben egy korlátozott univerzumot hozok létre, nem a nagyvilágban, idézőjelben mondom, csavarog az interneten, amelyben hihetetlenül esetleges, hogy mi található meg, hanem megpróbálom ezekkel az adatbázisokkal leképezni sokszorosan természetesen azt a anyagot, ami rendelkezésre áll korábban. Most mi történik a nyomtatott anyagokkal? 300 oldalba besűrítem a világtörténelmet neki, vagy mondjuk 3x300 oldalba, kész, és ezzel lezártam. Most adok neki sok százezer oldalnyi anyagot, de mégis abban a formában, hogy annak legyen egy koherenciája, átfogjon egy területet, és azon a területen el tudjon kezdeni saját maga is kutatni. Tehát a diák, amikor megismerkedik valamivel, föl sem merül az a kérdés, hogy neki most ezt kelljen megtanulnia, hanem azt tanulja meg, hogy hogyan tud egy kérdésre meghatározott adatbázisokban keresni. De én nem akarom megvárni természetesen azt, amíg a, mondjuk a Néprajzi Múzeum összes bigyóját digitalizálják 20 év alatt, mert az oktatás nem tud várni 20 évig. Lehet, hogy van 300 rokka ott, nekem nem kell a 300 rokka az oktatáshoz, lehet, hogy elég 10 rokka, hogy a különböző a rokka történet fejlődését nyomon kísérhesse a gyerek, de azt akkor digitalizálják, és utána majd természetesen a leltározás az folyik a digitalizálás eszközeivel, de maga, hogy legyenek olyan adatbázisok, amelyek egy-egy területet le tudnak fedni, és ezek az adatbázisok folyamatosan bővülhetnek. És ez egyszer jó az oktatásban, ugye két szempontból is, hogy a tanár maga is tud a saját anyagait kiegészíteni ezekkel, és hogy a gyereknek megkapja ezeket a feladatokat, a helytörténeti dolgokkal, meg bármivel, bármilyen kutatással. És másik oldalon pedig létrehoz egy olyan digitális adatbázist, amelyhez egy átlag értelmiségi soha nem juthatott hozzá. Soha. Mert az, hogy Magyarországon valaki egyszerre, mondjuk csak, hogy egy példát mondjak, hogy amit előbb is említettem, 5000 képeslap közül bármikor előhúzhasson, legjobb esetben az, hogy egy szép albumot megvásárolt, amelyben volt mondjuk 120 képeslap, és akkor arra kiválogattak neki valamit. Hogy ilyen mértékű, ilyen módon, ilyen mértékben hozzájuthasson a nemzeti és egyetemes kultúrának az értékeihez, ugye ez beláthatatlan volt. Most, ha elkészítjük ezeket az adatbázisokat, elkezdődik ezzel egyébként, elkezdünk egy ilyen nemzetközi diplomáciai küzdelmet is, mert nevezetesen miközben lebontjuk a határokat Európán belül, és örvendünk azon, hogy beléptünk az Európai Unióba, eközben a szerzői jog új határokat épít, amelyeken viszont képtelenek vagyunk átmenni. Hihetetlen drágák ezek a dolgok, hogy hogyan lehet majd ilyen, hát hogy mondjam, digitalizált adatbázisokat, meg tananyagokat gyártani és előállítani. És mondjuk a természettudományok területén aztán különösen, ugye fennáll az, hogy miért kelljen minden országnak ugyanazt a 300 vagy 500 vagy 1000 fizikai kísérletet, szimulált kísérletet kifejleszteni, miért kelljen ugyanazt a 1000 kémiai kísérletet előállítani. Hát azért kell majd, hogyha nem tudunk együttműködni, mert a szerzői jog akadályként ott áll, és nem tudom, nem lesz annyi pénzem, hogy mondjuk Németországtól, Franciaországtól, vagy Angliától megvásároljam. Tehát miközben mi most elhatározzuk, hogy úgy fejlesztünk digitális adatbázist, hogy ennek a nem kereskedelmi célú felhasználási joga az államnál maradjon, mert állami pénzen készül, és ez lehetőséget teremt arra, hogy ezekkel egy barter kereskedelmet kezdhessünk, és elkezdjünk más országok felé lépni, hogy én odaadom neked azt, ami nekem van, de te add oda azt, ami neked van. Nemrégiben jártam Stuttgartban, ott mutattak egy ilyen
Érdekes, mert egyszerre nagyon büszkén, de egyszerre hát egy kicsit kőkorszakinak tűnő dolgot, tehát az, hogy 25 ezer képet vittek föl a világ minden tájáról, és ott lehetett, beütötték Magyarországot, diák voltak, ezek megmutatták, és ott volt Budapest és 25 dia. És ez gyönyörű dolog, hogy Stuttgartban van Budapest és 25 dia, de hát felmerül az a kérdés, hogy miért kell nekik bajlódni a 25 budapesti diával? Miért nem lehetne majd a több ezres Magyarországon előállított Budapest anyaghoz hozzájutni, és nekünk pedig nem azzal foglalkozni, hogy hogyan kell majd Stuttgartról 3 diát szerezni, mert majd mi is hozzájutunk ahhoz az anyaghoz, amit ők csinálnak, és ehhez kell egyfajta komoly együttműködés ezekkel az országokkal. És ilyen módon ezek az anyagok bővülnek, tehát amikor arról beszélünk, hogy multikulturális Európa, hogy a magyar kultúra hogyan marad fenn, ennek a magyar kultúrának a hordozója, az alapvető technológiai hordozója, ez a digitális kultúra lesz, amelyet megteremtünk. Ez teszi lehetővé azt, hogy ne csak a Gulás, a Csárdás, a Balaton, a Tokaji, és akkor Puskás Öcsi és Albert Flóri, tehát hogy ez legyen a magyar kultúra, amit rólunk tudnak, hanem hogy bármilyen érdeklődő, az be tudjon lépni ezekbe az adatbázisokba, és megkaphassa majd ezeket az anyagokat is. Bizonyos értelemben sürget az idő, mert ha nem tudjuk kifejleszteni ezeket a tartalmakat, tehát a digitális tananyagfejlesztés lassan megy, össze-vissza megy, esetlegesen megy, akkor hiába próbálunk az oktatásban előrelépni, nem tudjuk bevinni az oktatás főáramába ezt az egész technikát, technológiát, akkor mindig beszélünk, hogy milyen jó lenne, ha számítógépen dolgoznának a tanárok, frusztráljuk őket, mert megpróbálják elgondolni, hogy mit is csinálhatnának, kiderül, hogy az iskolában nincs meg a felszerelés egyfelől, másfelől, ha meg lenne a felszerelés, akkor sincsen meg az a tartalom, amely magától értetődően és könnyen használhatóvá tenni, és gazdagítaná az oktatásnak a folyamatát. Na ez az, amire mi az oktatási tárcánál most szövetkezünk, és megpróbálunk nagy hangsúlyt teremteni, és kérjük az önök segítségét is, hogy egyszerre tudjunk az eszközök oldalán előrelépni jelentősen, és egyszerre pedig a digitális tartalmak vonalán áttörést elérni, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy mire is jó ez az egész ICT, amiről annyit beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmüket!